A Hieroteus Egyesület és az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség közös szervezésében tartották meg 2023. december 14-én Mária Pócson a Jót tenni mindannyiunk kötelessége című adventi jótékonysági estet, amely az adventi civil börze keretében valósult meg. Az eseménynek a Mária Pócsi Emmanuel Zarándokház adott otthont. Az ünnepi köszöntők és adventi gondolatok után beszédet mondott Szalai Bobrovnicki Vince, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei civil szervezetek munkáját méltatta. Az egyik legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtják a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civilek országos szinten a nagyjából, ugye Budapestet kivenném a számomra, ez más logika alapján működik, a főváros nem is vármegye, de nyilvánvalóan minden adatban a lakosság szám és a civil szervezetek száma miatt az első. De utána a vármegyék között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legutóbbi, tehát a 23-as adatokon alapuló összesítésekben a Bács-Kiskun megye mögött a második volt. Kis András, a Hieroteus Egyesület főtitkára köszönetet mondott az adományozóknak, amiért értékes ajándékokat tudtak átadni. 10 laptop került ma átadásra, és emellett tárgyi adományok, és papírírószercsomag, tartós élelmiszer, édesség, és jövő héten még viszünk egy köradományt Kárpátaljára, és ezen adományok értéke meghaladja a 2 millió forintot, de ahogyan is mondtam, nem az adomány számbeli mértéke a lényeg, hanem a gesztus. Az adományokat két intézmény gyermekeinek gyűjtötték. Azért a Bárdas Lajos görögkötőkis iskolát választottuk ki, egy görögkötőkis oktatási intézményt, és azért a Volosin utcai gyermekotthon Munkácson, ami a máltai szeretetszolgálat által, mármint a kárpátaljai magyar karitász által fenntartott intézmény, a Munkácsi Római Kötőkös Egyházmegye fenntartásában, mert ez két olyan intézmény, ami nap mint nap azon dolgozik, hogy jobb jövőt, szebb életet nyújtson gyermekeinknek. A rendezvényen hagyomány szerint kiosztották a vármegyei családokért díjakat. Ebben az elismerésben részesült dr. Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, aki emellett a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács alelnöke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének docense, a Munkácsi Mihály Magyar Ház igazgatója, valamint a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnökségi tagja. Mi olyanok vagyunk, itt egy nagy család, és ezt is úgy is éljük meg tulajdonképpen, hogyha valakinek öröméri, mondjuk gyerek születik, vagy épp ellenkezőleg valami bánata van, akkor is együtt érzünk, és valóban ez egy személyes kapcsolat, tehát mi itt a nagy családosok, valóban érdekel minket, hogy ki hogy van, és mi történik vele, és ha kell, akkor össze is fogunk azért, hogy jobb legyen az életünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy gondolnak ránk itthonról, otthonról, hiszen mi itthon is itthon vagyunk, tehát mi Mária Pócsra azért, mióta megnyílt a határ 91-ben, azóta ide járunk zarándoklatra, és ugyanúgy itthon érezzük magunkat. Tehát nekünk fontos, hogy van az anyaországból ilyen jelölések, hiszen mi ott Kárpátalján, amivel mi foglalkozunk, tulajdonképpen az egyesületünk 11 éves, és a 11 év alatt több mint 1000 nagy családos csatlakozott hozzánk. Ezek mind magyar emberek, magyar családok, keresztény családok. És egy nagyon fontos üzenetet hoztam, hogy tulajdonképpen most, ahol háború van és nehéz az idő, férfiakat elviszik, tehát pont a nagy családosok azok, akik mentességet élveznek. Tehát azért tudok itt lenni tulajdonképpen én is most személyesen Mária Pulcson, mert 5 gyerekem van. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy aki azt válassza és elfogadja a Jóistennek az ajándékát, a gyereket, a gyerekek megszületnek, az valamilyen szinten egy védettség és egy ajándék, és nem utolsóban egy áldás is. Úgyhogy én ezt így fogadom el, ezt az ajándékot, és köszönöm szépen még egyszer, aki felterjesztett. Szinte nincs az életnek olyan területe, ahol Balázs Csabáné és egyesülete ne tevékenykednének. Legnagyobb vállalásuk a 2017-ben indított szívpárna készítése, a mellműtéten átesett emlődaganat műtétből lábadozó hölgyek számára. 6 éve úgynevezett gyógypárnákat készítünk, aztán karitatív tevékenységet végzünk, csíkcsomortámba szállítottunk, gyűjtött élelmiszert, stb. A
Jaj, milyen Csaba, Bőte Csaba, atya otthonához. Hát az, az is nagyon jó tevékenység volt. Vagy az, hogy mintegy 5 millió forint értékű véres cseppet hoztunk ide a településünkre, és azt adományoztuk oda. Vagy az, hogy újraélesztő készülékkel összefogtunk, vásároltuk. Nézze, én 40 évig tanítottam. A férjemmel együtt rengeteget kirándultunk, vittük a gyerekeket. Tehát ez valahogy, ne tartson nagy képűnek, velem született, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom meg. De már akkor is, mikor aktív voltam, a nyarunkat, a szünetünket, kirándulással, táborozással, kerékpártúrával, sátortáborokkal így töltöttük el, hogy a pócsi gyerekeknek élményt adjunk. És nagyon jó volt, mikor jöttünk haza, és azt mondták, a szülők vártak bennünket, hogy ha nem tetszenek így elvinni őket, mi nem tudtuk volna, mert addig elmentük napszárba. Úgyhogy ilyen emlékek is vannak. Ugyancsak a vármegyei családokért díjjal ismerték el a Nyírségi Segítőkéz Alapítvány munkáját, akik 20 éve segítik a rászorulókat. Számukra a díj utólag került átadásra. A rendezvényen közreműködtek az Ékes Virágszál görög katolikus óvoda gyermekei, valamint a Pócs Petri hagyományőrző népzenekar.